egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer. Van egy egész autópálya, és vannak autók is, hogy lehet versenyezni, de annyira vágyok már rá, de senki sem veszi meg. Azt hisszük, hogy a boldogságért rengeteget kell dolgozni. Butaság. Ha boldog akarsz lenni, akkor tárd ki a karod, hunyd be a szemed, szívd be mélyen a napillatát, és legyél hálás azért, amit van. Hát ezt nem gondoltam, hogy ezt megkapom, de amúgy beteljesült le. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer. A mese. A mesére mindig szükség volt. Van és lesz. Hiszen mindannyian vágyunk a varázslatra, a borzongásra, a csodákra, amit a mesék által átélhetünk. Ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából. De hogy még miért is van szükség a mesékre, mai adásunkból megtudhatják. Tartsanak velünk! Hány éves az Irka? Tavaly volt negyedszázados. 2018-ban ünnepelte az Irka fennállásának a 25. évfordulóját, így a tavalyi évünk teljes egészében az ünneplésről szólt. Punykó Mária az alapítástól számítva 20 éven keresztül vitte az Irkát, tehát az Irka 20. születésnapi ünnepségét még ő vezette le, aztán a 25-et pedig már én. Hány éves gyerekeknek szól az újság? Alapvetően, akik leggyakrabban forgatják, ők az elemi iskolások, tehát az 1-4 osztályosok, viszont van olyan rovatunk, ami kifejezetten az óvodásoknak szól, tehát ezt a rovatot Gabóda Éva tanárnő szerkeszti, és olyan verseket, illetve meséket válogat össze, amik inkább az óvodásokat szólítják meg. Ezekhez tartoznak még különböző kézműves foglalkozású oldalak is. Mi alapján rakjátok össze a tartalmat? Akkor, amikor én átvettem az Irkát, akkor a Pedagógus Szövetség elnökségi tagjaitól jött olyan figyelmeztetés, hogy arra is figyeljek oda, hogy ez ne csak egy gyereklap legyen, hanem ezt a lapot a tanárok a tanórákon, mint oktatási segédlet felszokták használni. Tehát én azóta nagyon tudatosan úgy igyekszem, hogy olyan tartalom kerüljön az oldalakra, amit akár egy olvasás, kézműves órán, vagy akár kémia órán is egy tanár a kezébe tud venni. Annyira elterjedt így a gyerekek körébe az internet, a tévénézés, a mesenézés. Szükség van még az Irkára? Mit látsz a gyerekek körében? Én úgy gondolom, hogy igen. Ezt számomra az is bizonyítja, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt a példány száma is megnövekedett az igényeknek megfelelően, tehát jelenleg 7000 példány számban jelenik meg az Irka, és Kárpátalja minden magyar nyelvű iskolájába, ahol alsósok tanulnak, eljut, illetve saját ismerősök, akiknek például óvodáskorú gyermeke van, nagyon sokszor keresnek meg azzal, hogy szeretnének vagy a saját gyereküknek, vagy akár az egész a gyerek egész óvodai csoportjának, sőt olyat is tudok, aki magyar, mint idegen nyelv órán tudja felhasználni az Irkát, mint segédanyag. Szerinted melyik a jó mese? Milyen a jó mese? Annak idején mi azt tanultuk, hogy akkor jó a mese, hogyha nem mondja ki konkrétan a tanulságot. Számomra is élmény, amikor az Irkát szerkeztem, és
meséket kell válogatnom, mert szerintem nagyon kevés olyan dolog van, ami olyan jól tudná egy népnek vagy egy embernek a gondolkodását, az értékrendjét, a világnézetét mutatni, mint például egy mese, vagy konkrétan egy népmese. Egy gyereknek elmondunk, vagy elolvasunk egy mesét, ő azt még képes vizualizálni és elképzelni magában, és ezt veszi el tőle az, hogyha csak a tévében vagy az interneten lát meséket, és soha nem hall a felnőtt szájából. Az is fontos egyébként, hogy nem szabad a mesét csak úgy tekintenünk, mint egy csak gyerekeknek szóló műfaj. Mert hogyha a mesék történetében visszaolvasunk, akkor ott találhatunk bizony olyan információkat, hogy a mese nem csak egy tipikusan gyerekműfaj, mert nagyon sok, például a népmesékben nagyon sokszor azt mondták el mesés formában, amit egyébként nem lehetett kimondani, mert mondjuk tilos volt, vagy büntették. A sejpleányok. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, de nem magában élt. Volt neki 4 lánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan sejpesen beszéltek, mintha egy foguk se lett volna. Már ugyancsak ott volt az idejük, hogy férhez menjenek, de amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba leánynézőbe. Elkomendálták az özvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kávét tett fel, hogy majd megkínálja a legényt. Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. Beszélt annyit az öreg asszony, hogy a legény alig jutott szóhoz. A lányok meghallgattak, mint a tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a tej, elkiáltja magát a nagyobbik lány. Édet anyám, putaté, putaté! A második meg mindjárt rá mondja, ne fúj te, nem szabad befélni. De a harmadik se hagyja, de drága té, pindér adták. Nézett széjjel a legény, s úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig meg nem házasodott. Megszólal erre a negyedik lány. Még jó, hogy én nem tudtam. A mese, az nálatok, gondolom, nagyon itthon van a családban. Mesélj nekünk egy kicsit erről, ha már meséről beszélgetünk. Avval kezdeném, hogy amikor én gyerek voltam, én is sok mesét hallottam, és nem kimondottan a magyar népmesékről van szó, bár azt is hallottam jócskán, hanem családi történeteket. És a családi történetek azok, amiket a mi gyerekeink is a leginkább szeretnek. 4 gyönyörű gyereketek van. Hogyan képzeljünk el egy mesét nálatok, illetve egy mesélést nálatok? Fogmosás után közvetlenül jön a mesemondás, vagy mesehallgatás. Ugye 4 vannak, Villő még nem választ, viszont a többiek mind választanak egy-egy mesét. Virágverseny. A virágok már réges-régen vetélkedtek egymással. Mindegyikük azon igyekezett, hogy szebb, különb, illatosabb legyen a többinél. A rózsa úgy vélte, hogy minden virágtársát sikerült már túlszárnyalnia. Ezért azt javasolta, hogy rendezzenek virágversenyt, azon döntsék el, melyikük a leggyönyörűségesebb. Te mit gondolsz? Miért fontos a meseolvasás a gyereknél, a gyereknek? Szerintem a mese és a játék a 2 olyan dolog, ami alapvetően hozzátartozik egy gyermeki léthez. Tehát anélkül, hogy mesét hallana és hogy játszana, az a gyerek nem lehet gyerek. Hogyha én nem mesélnék nekik, akkor valami olyasmit vennék el, ami nekik alanyi jogon jár. Nekik mennyire lesz fontos később a mese? Nagyon a digitális világ felé haladunk. Te mit gondolsz, ezzel be tudsz ültetni egy kis magot tulajdonképpen a lelkükbe, amivel majd ezt tovább viszik? Hát úgy gondolom mindenképpen annál is inkább, mint hogy most volt az Üveghegy Meseíró pályázat, és ők anélkül, hogy én biztattam volna rá őket, sőt, anélkül, hogy én egy mondatot is változtattam volna benne, ők megírták a saját meséket, Kincsőnek segítettünk begépelni, de egyébként ez teljesen a saját szellemi munkájuk. Szóval ez egy evidencia arra, hogy mennyire el van ültetve a lelkükben a mag.
Milyen a jó mese? A jó mese, én úgy gondolom, ami jól végződik. Bár olvastam már olyan mesét, aminek szomorkás volt a vége, és annak is megvolt a helye. És most az Üveghegy Meseíró pályázaton is jöttek be olyan mesék, aminek szomorú a vége, de mégis van benne valami felemelő. Üveghegy Meseíró pályázat, ami itt volt nálunk Kárpátalján, ami a te fejedből pattant szikrából lett. Hány mese érkezett be hozzátok? 130 mese. Az utolsó napokban, tehát ez március 31-én volt a beküldési határidő, és azt hiszem az utolsó három napban jött be körülbelül, tehát vagy 60 darab. Tehát akkor úgy megnőtt a beküldések száma. Úgyhogy bejött ez a 132, és én teljesen tehát annyira örülök neki, és annyira nagy dolognak és kincsnek tartom, és úgy csodálkozok, tehát meg vagyok lepődve, hogy ez így van, és most itt van, és arra vár, hogy ezzel kezdhessünk valamit. Szóval óriási. Inkább a gyerekek írtak, és nem pedig a felnőttek, ugye? Mert ha jól értelmeztem, akkor a felnőttek is küldhettek mesét. Küldtek a felnőttek is, elég szép számmal, ahhoz képest, amire számítottam, és teljesen jó mesék. Én nagyon örülök nekik. Jókat küldtek, jókat írtak, kincs. Jó lesz felolvasni. Előre örülök, hogy felolvashatom. Rengeteg helyről jöttek, először csak a Beregszász járásról jöttek be mesék, de jöttek Ungváról, Csapról is aztán, jöttek Badalóból, Nagyszőlősről, Nagygelyőcről, Sáros-Orosziból. Szóval rengeteg helyről jöttek. Egy nagyon-nagyon picit még visszatérnék a gyerekekhez. Ha elolvastok egy mesét, szokták-e kérni, illetve volt-e már olyan, hogy meg kellett beszélni a végén, hogy most miről is szólt, vagy mi is a mondani valója? Nem szokták kérni, tehát egy mesét nem magyarázzunk, egy mese az úgy hat, tehát engedjük, hogy hasson, mert mindenki lelkében másképp csapódik le egy történet vagy egy mese, tehát nem magyarázzam bele azt, amit én gondolok róla. Engedjük a gyermek fantáziáját, hogy beinduljon, és ő értse meg, hogy mi van benne. Pont. Tehát ezek tudnak hatni? Szerintem mindenképpen tudnak, még akkor is, ha éppen ő nem tudja megfogalmazni, hogy hol hatott, vagy hol találta őt meg az adott mese. Mint ahogy mondtad az elején, hogy van ebbe csíra. Tehát én is ilyen csíráknak, vagy maguknak mondanám, ami majd valamikor csírázik meg szárva szökkem. Tehát így tudnám ezt elmondani, de nagyon igyekszek, hogy becsapjam a könyvet. Tehát úgy értem, hogy ennyi, most már letesszük, mert jön a kérés, hogy még egy, csak még egy kicsit, csak még egy rövidet, de most csak pár szavast mondja. De nem tényleg, lenni kell egy határnak, amikor már, hogy eddig tartott, és hogy ezt most engedjük el. I watch the snow falling from the sky. Then I curl up in my hollow tree and dream about spring. The end. Azt tudom, hogy az Üveghegy Meseíróra írtál egy mesét, ez biztos. Igen. Ugye? És mi a címe a mesének? A cigaretta és a hangya. És miről szól a mese? Ezt el tudod nekünk mesélni? Hát, hogy volt egyszer egy cigaretta, és megvette egy vevő, betette a zsebébe, és ő meg onnan kimászott, mert nem szeretett volna ott lenni, és akkor lemászott a füvekre, és találkozott a hangyával. Szeretsz mesét hallgatni? Igen. Mik a kedvenc meséid? Hát, sokféle kedvenc mesém van, mint például a Ludas Matyi. Szereted a Ludas Matyit? Mit szeretsz jobban, ha anya igazi történetet, igazi megírt mesetörténetet mesél, vagy amikor olyat mesél, ami vele megtörtént? Mi a jobb? Mi vele megtörtént. Sokkal izgalmasabb. Hány éves vagy? 11. Te írtál már mesét? Igen.
És hány mesét írtál, ezt meg tudod számolni? Hú, hármat írtam, de csak kettőt küldtem be. Hogyan jött az ötlet, hogy mesét írj? Mi a mese? A nyeremények invitáltak. Tényleg? Igen. Mi a mesét címe? A magányos meseíró, vagy mégsem. És miről szól a mese? Csak egy picike ízelítőt adj nekünk belőle. Két meséről szól, akinek kiderül, hogy híres az írása, de senki se tud róla. És amit te olvasol, mi a kedvenced? Egy Ropi naplója. Még egyszer? Egy Ropi naplója. Hát az egy egész sorozat. Igen. Hány könyvet olvastál el belőle? Már az összeset elolvastam. És mi még az, ami a kedvenced ezen kívül, amit te elolvastál már? Harry Potter. Harry Potter? Igen. És mi az, amit könyvformájában olvasol, vagy mióta olvasol e-bookon? E-bookon egy éve olvasok. Olvasok így is, úgy is. Tehát attól fog, hogy mihez van kedvem. Hány éves vagy? 10. És ti szoktatok még otthon mesét olvasni, illetve a szülők szoktak nektek mesét olvasni? Igen, néha. És van olyan, hogy kedvenc mesét? Hát a magyar népmesék, azok. Mit szeretsz jobban, olvasni vagy tévét nézni? Olvasni. Mennyire szokás nálatok otthon mesét olvasni? Nekem kiskoromban nagyon sokat olvastak anyáik, apáik. Most én a kistesomnak olvasok. A nagytesom is szokott nekünk olvasni. És van olyan, hogy kedvenc mese? Igen, hát a magyar népmesék. Anyu tanál ki meséket, de van olyan mese, amit a tévéből nézett kiskorában, meg ő is mond mindig. Mit szeretsz jobban, amikor olvasnak neked, vagy amikor ilyen kitalált, illetve vele megtörtént meséket mesél, vagy történeteket? Hát a kitalált meséket. Hogy akármit teszel a mai naptól fogva az asztalra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. Miért jó a meseolvasás? Nagyon jó kérdés. Örülök is neki, mert hogy napjainkat átszövi. Az egész kultúránkat átszövi a mese. Tudattalan tartalmakat szólít meg, és tulajdonképpen olyan tartalmakat ragad meg ezáltal, amelyek kifejezetlen érzelmeket vonnak össze. Például meg nem nevezett félelmeket, vagy esetleg szorongásokat, vagy negatív érzéseket, ami egyébként is kiszorít a tudat magából, és nem jó vele foglalkozni. A másik dolog, amiért nagyon jó a mese, hogy az együttlétet segíti elő a szülő és a gyermek között. Az együttlevésnek az öröme tulajdonképpen. Amikor azt hallom, hogy nagyon sok szülő dolgozik, nincs idő a gyerekkel foglalkozni, akkor így átsuhan a fejemben az, hogy talán a mese az az idő, amikor lehet a gyerekkel minőségi időt eltölteni. Ugye az apukák átlagosan 7 percet töltenek a gyerekükkel egy nap folyamán, és hogyha ezt megnézzük, az anyuka sem igazán sokkal többet, mert ugye 0-24-ben a gyerekkel van, de az alatt az idő alatt neki mindennel foglalkoznia kell. Mosni, főzni, takarítani, addig a gyerek el van, és tulajdonképpen a minőségi idő az, amit a meseolvasással tudna a gyermekének megadni. Miért jó, hogy rendszeresen olvassunk mesét? Azért jó, mert egyrészt ugye együtt van a szülő és a gyermek, másrészt pedig egy rítust kellene, hogy kialakítsanak e köré a gyermek és a szülő, ahogyan felépíti az esti lefekvést, ugye heti és napi rendszerességgel, mindig ugyanabban a percben és órában is lehet, amikor most a meseolvasás következik. Tehát fogmosás után, esti fürdés után legyen az, hogy akkor most a mese ideje van. És akkor összebújunk, szeretgetjük egymást, és olvassuk a mesét közösen. Mikortól meséljünk a gyereknek? Egészen a kezdetektől. Amikortól már az édesanyja tudja, hogy gyermeket vár, onnantól elkezdhet mesélni a gyermekének. Természetes dolog az, hogy a fülek az anyamében később alakulnak ki, viszont az érzés, amikor az anya a gyermekéhez beszél és történeteket mesél neki, az olyan érzésekkel tölt el az édesanyját, hogy attól a baba is jól érzi magát és megnyugszik. Nagyon sok tanulmány bizonyítja ezt, hogy a gyermekek emlékeznek arra, amikor az anyukájuk mesélt
az anyamében. Egyrészt emlékeznek az édesanyja hangjára, és felismerik a mondott mesét is. Tudja, a mesék ilyen tele vannak archetipikus elemekkel. Tele vannak ceremoniális ismétlődésekkel, amelyek megint csak azt segítik elő, hogy a gyermek megnyugodjon, és ugye megerősítse saját magát abban, hogy igen, ezt már tudom, hogy mi fog következni. Ugye, hogy kezdődik minden mese? Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer. Vagy, amikor találkozunk az öreg nénével, és köszön neki valaki, akkor hogyan köszön vissza az öreg néne? Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, és a gyermekek ezt már kívülről fújnák, hogy ez így van, és örömüket lelik abban, hogy igen, ezt én tudom. Milyen képességek fejlődnek még a gyerekeknél, akár egy mese hallgatásnál? Számos képességről beszélhetünk ilyenkor. Kezdve az önismeret, a személyiségfejlődésről, ugye az érzelmi intelligenciát érinti Kádár Anna Mária a Mesepszichológia című könyvében, ezt ajánlom is a szülőknek elolvasásra, és ott mindenféle mesét hoz fel példának, hogy mivel lehet segíteni a gyermek mindennapi életét. Másrészt meg a figyelem-koncentrációs képességet növeli, a képzeletet. Viszont még meg kell említsem, hogy napjainkban számos gyerek küzd tanulási nehézségekkel. És az ebből eredő problémák gyakran azok, hogy a nyelvhasználata nem olyan, amilyennek lennie kell, a szókincse nem olyan, amilyennek lennie kell, az olvasásra való nevelés az tulajdonképpen innen kezdődne, hogy mesét olvasok a gyermeknek. Fontos, hogy megbeszéljük egy mese mondani valóját? Nem. Sőt, kifejezetten károsnak tartom, mert hagyjuk a gyermekben, hogy leülepedjenek ezek a tartalmak, és azok dolgozzanak. Fölösleges ezeket magyarázni. Én javaslom, hogy inkább népmeséket olvasunk a gyereknek, mert hogy abban minden olyan elem benne van, ami segíti a feszültségredukciót a gyermekeknél, aki nem mondott félelmeket, a negatív érzéseket, és ne féljünk az ilyenektől, hogyha ott van benne a gonosz boszorkány, meg ahogy felvágják a farkasnak a hasát. Ezeket a képeket csak mi látjuk borzasztónak. A gyermek ezt nem így képezi le, ugye hallja a történetet, ő benne ez teljesen más dolgokat hoz létre. Inkább megtanulja azt, hogy hogyan lehet olyan helyzeteket megugrani, ami számára előtte lehetetlennek tűnt. Mi van akkor, hogyha a gyermekünk egyáltalán nem hallgatott még mesét, csak a tévében nézte? Mi lehet a probléma, ha nincs az életében a meseolvasás? Pont az lenne a lényeg, hogy halljon mesét, és ne pedig lássa. Mert amikor hallgatja a mesét, ugye megragadja a zeneisége. Vagy pedig amikor olvas, akkor egy belső képpel dolgozik, ő elképzel valamit. És az a belső kép segít abban, hogy feldolgozza a belső feszültségeit. Viszont, hogyha nézi a tévében a mesét, teljesen más folyamatok zajlanak le, ott már készen kapja a képet. Egyrészt kimarad ez a része az olvasásnak, vagy a mesehallgatásnak, hogy ő saját maga állítsa elő ezeket a képzeteket. Teljesen másképp fogja feldolgozni. A másik probléma az szokott ilyenkor lenni, hogy egyedül tévézik a gyermek. Ugye a szülőnek nincs a gyermekkel foglalkozni, ott az anyukának a mosás, takarítás, főzés, és akkor a gyermeket leülteti mesét nézni. Ilyenkor az a legnagyobb probléma, hogy nincs kitől kérdezzen. Tehát lát valamit, elraktározza, nem érti, hogy miről van szó, és akkor ez a szülő így elsiklik fölötte. Nem is tudja, hogy miről van szó tulajdonképpen. Tehát nem igazán jó a mesenézés, inkább a mesehallgatás és a meseolvasás az, ami ajánlott a gyermekeknek. Azt viszont nem tudjuk megtenni, hogy ne nézzen a gyermek egyáltalán mesét, és ne vonjuk meg tőle, itt nem erről van szó, hanem hogy a tévében nézett mesét egészítsük ki mindenképpen esti meseolvasással vagy történetmeséléssel. Láthatjuk, hogy a mese sokkal több, mint egy kis esti szórakozás. Személyiséget fejleszt, ápolja a lelket, és megmutatja a megoldást a problémákra. A mesélés a legnagyobb ajándék, amit a gyerekeinknek adhatunk. Ez egy olyan lelki táplálék, amely egy életre elkíséri őket. Sok meseolvasással eltöltött időt kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Itt a vége. Fuss el véle!